Jól kezdte a mérkőzést a tavasszal, amíg veretlen Szolnok ellen a hazai csapat, a harmadik percben Vári lövésénél kellett nagyot védenie Molnár kapusnak. A folytatásban is a Kisvárda irányította a játékot, a 42. percben pedig a vezetést is megszerezte a házigazda, Cseri baloldali szabadrugása után Vári továbbította a kapuba a labdát. A második félidőben a Szolnok jelentős erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, de a Kisvárda jól őrizte előnyét, sőt a 69. percben egy gyors kontra végén el is dönthették volna a mérkőzést, Bacsa azonban az ötösről a kapu fölé vágta a labdát. Így némi izgalom maradt a hátralévő időre, de végül 3 ponttal gazdagodott Révész Attila együttese. Nagyon megnehezítették a dolgunkat, nem véletlenül veretlenek ők még tavasztal, nem véletlenül verték meg az élcsapatokat, illetve játszottak velük X-et. Ezen a pályán nagyon nehéz túljátszani az ilyen sűrű védekezést. A fölpassz, visszapassz után rendre hibáznak a játékosok, mert a sípcsontra pattan, térdre pattan, nem tudjuk direkt bejátszani a tovább a szélekre a labdát, és hát ilyenkor a pontugásoknak nagyon nagy jelentősége van, a mai mérkőzésen is ezzel nyertünk, viszont ahhoz el kell jutni odáig, hogy olyan szögekből rúgjuk a pontugásokat a szélekről a kapu felé, amely nagyon nagy veszélyt. Az ellenfélnek is van pontugása, de azért nem ilyen pozíciókból, hanem mi már a középpályán megpróbáljuk őket blokkolni, és azért onnan a fölüvelt labdát a védők sokkal könnyebben tudják szemből hatástalanítani, mint az oldalról kapu irányába csavartakat. A vendégek edzője azt sajnálta, hogy olyan szituációból kapták a gólt, amelyre a meccselőt igyekezett felkészíteni játékosait. Nagyon jó csapat otthonában szenvedtünk vereséget, bár hozzáteszem, hogy a mérkőzést úgy gondolom, hogy végig tudtuk kontrollálni. A hazai csapatnak se volt úgy gondolom nagyon sok lehetősége. Az elkerülhetetlen, hogy egy ilyen csapat ne alakítson ki helyzeteket, de nekünk is megvolt a második fél időben egy Pantovics fejes, ami úgy érzem, hogy hatalmas lehetőség volt, valamint úgy gondolom, hogy volt egy kétes szituáció, az olasz Dénest két kézzel rántották le. Tovább intett a bíró, és ezt vissza lehet nézni, de úgy gondolom már nagyon nagy jelentősége nincsen. A másik az pedig, hogy amire készültünk, hogy egy elég rossz talajú pályán, valószínű, hogy a pontrugások fognak dönteni. Ebbe belehibáztunk az első félidő végén. Révész Attila szerint a mérkőzésen nagyon hasznosan játszott Fodor András, aki hosszabb kihagyás után került vissza a kezdő csapatba. Mindig próbálok a maximumra törekedni, szóval nem elégszem meg azzal, hogy a kispadon kapok helyet, vagy talán még ott sem. Harcolok, küzdök, aztán megkapom a lehetőséget, próbálok vele élni. Békés Csabán úgy érzem, hogy jól ment a játék, segítettem a csapatnak, és mester úgy döntött, hogy erre a mérkőzésre ismét kezdőként nevez. Az NB2 tabelláját a Puskás Akadémia vezeti 52 ponttal, megelőzze az 50 pontos Soroksárt. A Kisvárda 45 ponttal a negyedik helyen várja a sereghajtó Szeged vasárnapi vendégjátékát.